Kucsovics Marci és Hornok Miklós a beszélgető társam így a Davis Kupa páros mérkőzése után. Először is Marci tőled kérdezem, hogy milyen érzés volt először itthon játszani? Jó érzés volt én nagy közönség előtt játszani. Szerencsére sokan kijöttek és sokan szurkoltak nekünk, ami nagyon sokat segített nekünk. Voltak a meccsen olyan pontok, amikor egy kicsit magunk alatt voltunk, és ilyenkor szerencsére pusztítottak minket. Te hogy érezted belülről, megfoghatók lettek volna ezek a fehér oroszok? Tehát a szervájuk úgy láttam, hogy nagyon jó volt, de azért partiban voltatok velük elég rendesen. Végig partiban voltunk, még vezettünk is 2-1-re, utána ott egy kicsit kiengedtünk, elfáradtunk szerintem, majd a végére nem tudtunk felpörögni, de teljesen partiban voltunk velük végig és megfoghatók voltak. Miki, te hogy érzed ezt? Hát ugye úgy indultunk neki ennek a mérkőzésnek, hogy itt 20-30%-os esélyünk van, amit ugye itt láthattunk, hogy azért itt a heti munka, meg azért a csapatszellem, meg minden új egységbe összehozta a srácokat, hogy sikerült egy nagyon jó teljesítményt kihozni, és elég magas színvonalon tudott menni végig a mérkőzés, hát fantasztikus volt tényleg, megmondom őszintén, én is nagyon magával ragadó volt ez, hogy így mint kapitány ezt végignézni ezeket a meccseket, így nekem is itthoni debütálásom volt tulajdonképpen, úgyhogy most itt meg vagyok ajándékozva, most már nem tudom hány óra a mérkőzéssel. Nagyon nagy élmény volt, úgyhogy mindenképp azt látom, hogy itt az a felkészülés, amit itt tudunk most csinálni, ezt sokkal többet kellene, vagy legalábbis úgy néz ki, hogy meg tudjuk oldani mi is ezt itthon. Kár, hogy itt szanaszét van mindenki. Talán ennyit érzek ebből most így hirtelennyében. Úgy érzem, és ezt Korinnak is mondtam, hogy egy kicsit talán túlértékeltük ezt a fehér orosz párost. Annyira talán nem voltak jók, mint ahogy ezt vártuk. Nem a fehér orosz párost értékeltük túl, hanem nem voltunk biztosak benne, hogy ilyen színvonalon tudunk játszani. Sokkal több ilyen hazai rendezésű, hazai támogatású mérkőzésre van a szükség. Nagyon örültem annak, hogy tudtunk olyan teljesítményt és olyan egységképet mutatni, amivel magával tudtuk ragadni a közönséget, lehet mondani oda-vissza. Mi is kaptunk nagyon sokat tőlük, megpróbáltunk mindent visszaadni. Úgy nézett ki, hogyha a teljesítményre vevő a magyar néző is. Marci, holnap két elég fontos, illetve az első meccs az nagyon fontos lesz. Te hogy érzed, Attila, mit tud kezdeni majd Ignatikkal? Ahogy néztem, Attit tegnap nagyon jól játszott. Szerintem van esélye megverni őt. Őt tartom az esélyesebbnek, mert ha úgy játszik, mint tegnap az első két szedbe, akkor szerintem nem lesz neki gond. Ja, most Ignatik elég hosszú meccset játszott ma is, illetve az első napon is egy ötszettese volt. Miki, szerinted ez benne lesz a lábában? Ez gondolom az előnyükre hajtja majd. Benne lesz mindenképp, amit látok viszont itt élettani dolgokról, hogy egy kicsit beszéljünk, azért ezek a srácok ott, az ellenfeleink azért úgy néz ki, hogy hozzá vannak szokva ez. Ettől függetlenül a fáradtsági tüneteket ők sem tudják valószínűleg eltüntetni csak olyan könnyedén, tehát most is ugye regenerálnak, még egy csomó mindent csinálnak, amivel megpróbálják a teljesítményüket holnapra is maximalizálni. Fejben is nagyon erősek, Attilát ettől függetlenül jobbnak érzem az Ignatiknál. Emlékszem, hogy régebben is meg tudta verni, tehát a játéka fog hatásos tud lenni majd Ignatik ellen. Készültek valami külön taktikával holnapra, vagy már igazából felkészült Attila a meccsre? Az a helyzet itt, én is úgy láttam, hogy tulajdonképpen ezeken is talán mindenki látta, hogy itt olyan nagy taktikázásra múlt, azon kívül, hogy mindent megteszünk, és pontosan tudjuk, hogy mit kell csinálni, hál' Istennek, magyarul mindent kell tudni ezen a színvonalon már. A meccs közben adódnak a lehetőségek, amikben azokat a pillanatokat kell tudni kihasználni, és szerintem ez a mai taktika, hogy azokon az egy-egy labdán múlik. Tehát, ahogy tegnap is ugye láttuk az ötszettes mérkőzésen Ádámnál, 2x30 másodpercen múlt tulajdonképpen a mérkőzés. Azt tudom mondani, hogy a mai is, hál' Istennek, és a holnapiba pedig azt érzem, és ez most végül is egy jó döntés. Nek bizonyult, hogy itt ugye nem bizalmat tudtunk adni Marcinak, aki így le tudta a fantasztikus játékkal fárasztani úgy Ignatikot, hogy elképzelhető, hogy holnapra azért reméljük azért csak a élettan azért itt is működik, és azért le lesz harcolva elég. Ádám is azért tegnap, neki is elég hosszú volt az az ötszettes meccs, de tehát hogyha 2-2 lesz, akkor szerinted Ádám gondolom esélyes lesz, annak ellenére, hogy ötszettes játszott az első nap? Mindenképp egyértelműen, tehát ő is úgy volt, és azért ezt nem baj, ha más is tudja, hogy minden srác jelentkezett játékra, tehát azért nagy volt a lelkesedés este, és mindenki szívesen játszott volna párost, tehát itt nyilvánvalóan az a döntés ezek szerint ugye akkor mégiscsak megfelelő, hogy most itt a két másik játékosunk olyan színvonalat tudott produkálni, amivel
hatalmas erőket tudott kivenni az ellenfélből is. Én még azt is érzem, egy nagyon picikét ebben a lehetőségben, hogy Mirnyit is készítik még, ahogy látom. Tehát ő is még fölkészül, hogy hát ha lehet el képzelni, hogy bedobják Ádám ellen. Hát reméljük akkor Attila holnap megnyíl az első meccsét, és majd akkor még beszélgetünk. Úgy legyen, köszönöm szépen.